nem láttunk itt novemberben a válogatott összetartása, most viszont itt vagy. Mi újság veled kint Amerikában, ugye váltottál csapatot, hogy megy a játék? Jól ment ez a csapatváltás, így örültem végül, hogy csapatot váltottam, az edzők is jól fogadtak, belevontak egybe a csapatba, és emberelőny hátrányba tudok játszani, ami ez nagyon, nagyon sokat dob az egészen, és a csapat is jó, a srácok jó fejek, és a környék is nagyon csúcs szuper. Lelkileg is jobb állapotban vagy? Igen, lelkileg is. Az edző így jobban megbízik bennem, mint az előző, és sok helyen használ így a csapatban, szóval lelkileg is nagyon fel vagyok töltődve. Akkor a segítség, hogy most van egy magyar csapattársad is, Halász Béni szemében, aki rendesül, igen, jó teljesítmény nyújt a csapatotokban. Igen, hát nagyon jó, nagyon óriási élmény, másik magyarra tudok játszik, főleg a Béni, aki már régi jó barátom nagyon, és egy óriási dolog, a csarnokba fel is rakták a magyar zászlót nekünk, szóval óriási élmény, és a Béninek is csak gratulálni tudok, nagyon, nagyon jól teljesíti. Ugye közben a válogatottnál is történt változás, hiszen Kevin Konstantin vette át a válogatott irányítását, mennyire vagy vele kapcsolatban, mennyire vette fel veled a kapcsolatot a szövetségi kapitány? Még személyesen nem találkoztam vele, de ugye pár e-mail váltás volt. Várom, hogy találkozzak vele, tegnap nem tudom ide érni, késett a gépem, de ez egy jó váltás, ő is NHL experience van, meg csomó profi csapatnál volt, szóval gondolom egy jó váltás lesz, és fel vagyok készülve rá. Tananyagot azt te is megkaptad, mint a többiek? A kvízek hogy mentek? Jól mentek. Most ugye lesz egy teszt elvileg, szóval tanulok, melyek magolni. És hát lesz egy teszt itt, két teszt mindjárt Ausztria ellen, és ugye a szövetségi kapitány azt mondta egy interjúban, hogy megnézi a fiatalokat, mert hogy februártól majd már egy szűkebb keret lesz itt a válogatottnál, akikre a VB-n is számít. Azt mondta, hogy innen 3-4-5 ember kerület be abba a csapatba, és hát azt várja, hogy megmutassátok neki, hogy hé, engem nem lehet kiadni a nagy válogatottból. Így állsz ehhez az egészhez? Mennyire van benned emiatt bizonyítási vágy, vagy egy kis feszkó? Teljesen igen. Én full így állok a dologhoz, így jövök ide, hogy én meg akarom ezt a csapatot minden által csinálni, és így is fogok edzeni, mert mutatom, hogy én tudom ezt a kemény hokit játszani, amit ő elvár. Úgy hallottam, meg a tananyagból az van, azt szűrtem le, hogy ezt a keményebb, ütközősebb hokit szereti, és én ehhez hozzá vagyok szokva a kinti hokihoz. Szóval meg akarom mutatni, hogy én 100%-ig be akarok kerülni, és remélem mindenki más így áll hozzá.